Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Úgy gondoltam, hogy ma csinálok egy nagyon gyors nyári rózsaszínes sminket. Ezzel a Revolution palettával, amit már nagyon régen használtam a csatornámon is. Viszont nagyon szeretem, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel most egy jó gyors sminket csinálok. Mivel nem tudom, hogy hol van a korrektorom, ezért ma ezt a DMS alapozót fogom használni, amúgy is alapozóként az arcomra, illetve most így bázisként a szemhéjamon is. És ezt a nagyon régi Real Techniques pici szivacsot használom, hogy eldolgozzam ezt az alapozót. Ennek a fixálásához pedig ezt a Maybelline Fit Me púdert fogom használni. Aksi közben rájöttem, hogy hol van a korrektorom, meg az összes sminkem, amit hoztam magammal a kocsinak a kesztyűtartójában. Ugyanis múltkor, amikor jöttünk hazafele a határól, itt van az összes sminkem, amit vittem magammal a fesztiválra. Ezt gyorsan akkor meg is mutatom nektek, de a lényeg, hogy amikor jöttünk haza a Maviszádból a határon, akkor 2 órát álltunk a határnál, szóval legközelebb, amikor visszamentünk Szerbiába, akkor én már úgy készültem, hogy felöltöztem meg minden, a barátom vezetett, és akkor én megmondom, hogy oké, okay, még állunk a határon, addig megcsinálom a sminkemet. És egyébként pont akkor szerintem ilyen 1/2 óra alatt át is értünk a magyar és a szerb határon is, de ettől függetlenül egy teljes füstös szemet meg tudtam csinálni addig, amíg a határon vártunk. Csak hogy elfelejtettem, hogy ott hagytam a kesztyűtartóban a sminkjeimet. Na szóval, akkor gyorsan megmutatom, hogy miket vittem magammal a fesztiválra. Ezt a Morphe highlightert. Ebben a dobozkában egyébként, vagy hát cipzáros tartóban, amit a Morphe és Jaclyn Hill volt kollekciójának az ecseteihez kaptam. Elvittem ezt az ecsetet, ezt a nagy Real Techniques bronzosító ecsetet, egy kisebb Zoeva sima púder ecsetet, kedvenc highlighter ecsetemet, a Body & Soul márkától, ezt a Zoeva púder ecsetet, illetve én a szemem alatti púder eldolgozására szoktam használni, illetve még vittem 2 szem ecsetet, ezt a kis, én nyúlfarok ecsetnek hívom, a kis nyúlfarok ecsetet, meg ezt az eldolgozó ecsetet. Azon kívül alig-alig vittem magammal még más dolgot, összesen ezt a Kiko BB krémet vittem magammal, Vának a színezett szemöldök zseléjét, a Lash Sensation-et, amit egyébként is imádok, mindig azt használom, illetve a Maybelline-nek a Fit Me korrektorját vittem még magammal. Ezen kívül pedig 2 darab palettát, az egyik az Urban Decay-nek a Born to Run palettája. Ezt imádom, szerintem ez tényleg, ahogy a neve is mutatja, hogy ez a tökéletes paletta az utazáshoz. Úgyhogy szerintem ez nagyon el lett találva ez a paletta. Illetve a Pupának ezt a bronzosító és kontúrozó palettáját vittem még el. Úgyhogy ennyi is minket vittem magammal, plusz még ezt a rózsavizet. És ennyi. Szóval így ennyivel mentem fesztiválozni, és szerintem körülbelül ennyire is volt szükség, és összesen egyszer festettem ki magam, szóval igen, szerintem ez így bőven elég volt a fesztiválra. Ja, és még gyorsan befújom az arcomat ezzel a rózsavízzel. Most itt ez egy másik bio rózsavíz van. Hirtelen a kezemnél, de másikat is használtam. Ja, akkor ha már ilyen jól megtaláltam ezeket az ecseteket, akkor használom is őket, ezt a nagyobb fejű eldolgozó ecsetet. Ezzel először felviszem a világosabb rózsaszín. Ja, meg igen, még elvittem magammal a MAC-nek a Studio Fix púderét, és ennyi. Most már tényleg többet nem vittem magammal. Ja, meg oké, okay, mégis. Még vittem magammal 2 rúst, meg egy szájfényt. És igen, csak ennyi, hogy vicces volt, hogy visszafel, amikor mentünk Szerbiába, akkor már úgy felkészültem, hogy vittem magammal teljes sminkfelszerelést, mert ugye a határon annyit lehet állni, hogy egy teljes sminket meg lehet csinálni, mire átjutsz a határon. És pont akkor, egyébként ez is Murphy, hogy pont akkor haladunk jól, amikor viszem magammal a sminkkészletet, és totál fel vagyok készülve a 2 órás határon állásra, de nem baj, hogy hamarabb bejutottunk, csak vicces. Na, körülbelül ez lesz így az alap, és akkor erre következőként pedig felviszem ezt a mélyebb rózsaszínes májvás színt. Akkor most ezzel a nyúlfarok ecsettel felviszem ennek a 2 színnek a keverékét, a külső V-re. Tök érdekes, anya mondta, hogy most anyuik lent vannak már egy
most majdnem egy hete a Balatonon, csak ezt a mély májvás szint. Valamak akarták kérdezni, hol van valami páros kolostorom, azt hiszem, és közben találkoztak egy emberrel, aki útba igazította őket, és mondta ez az emberke, hogy szervez valami csoportokat, akikkel el lehet menni oda a páros kolostoromhoz, és ott főznek pálinkát, meg nem tudom, biztos mindenféle ilyen bográcsos ételt is, ami szerintem marha jó ötlet, úgyhogy rögtön ráadásul ezzel jó ember még szállást is ad, úgyhogy szerintem oda biztosan megyünk októberben, majd még kiderítek mindenféle részletet ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy marha jó ötlet. Össznépi pálinka főzés. És akkor most még ezt a sötétebb barnát is felviszem ide a külső egyharmadra, a V-be. Ezzel a nagyobb eldolgozó ecsettel fogom felvinni. Most még egy szeretnék ezzel a sötét májvával az egészen. Itt a külső egyharmadban. És ezzel a legnagyobb ecsettel meg eldolgozom az egészet. Ezt a színt fogom felvinni középre, a szemhéjamra. Ja, ez az, ami múltkor sem annyira ment. Szóval nálam csak annyi volt ezzel a szemhéjpulderrel, ami kicsit metálosabb fényű, hogy szerintem múltkor a rózsavízzel használtam, és beleraktam a nedves ecsetet ebbe a szemhéjpulderbe, és kicsit így megkeményedett a teteje, és annyira nem pigmentált, de hogyha elkezdtem így felkapargatni a tetejét, akkor már teljesen jól lehet használni, és ugyanolyan pigmentált, mint régen volt, szóval probléma elhárítva. És akkor még annyit fogok csinálni, hogy ebből a világosabb metálos színből felviszek teljesen közel a szemzugba. Csak ennyit csinálok, hogy kicsit így megkapírgálom a tetejét azoknak, amik szerintem múltkor a rózsavíz miatt igen így megkeményedtek, akkor így felviszem újjal. Szóval gyorsan megcsináltam a másik szemben is ugyanezt a sminket, és most az jön, hogy még ebből a Morphe highlighterből, amit sikeresen kiszabadítottam a kocsinak a kesztyűtartójának a fogságából, felviszem még ide a leg belső részbe, illetve ebből még viszek ide a szemöldökcsontom alá is. És már jöhet is az arc smink, illetve először ezt a Coconut Oil Cosmetics levendulás ajakápoló balzsamát fogom felvinni számra, illetve még egyszer befújom az arcomat ezzel a, most ezzel a másik bio rózsavirágvízzel. Ennek iszonyat jó a pumpája egyébként. Olyan finom termete van, hogy jó. Múltkor a kocsimban csináltam a sminkemet, jött ugye folyamatosan egy légkondi, és ahogy így, pont így magamra irányítottam a légkondit, csak elég volt, hogy így megnyomjam ezt a permetet, és nagyon szépen így elterítette az arcomat. Szóval, hogyha ti is esetleg a kocsiban csináljátok a sminketeket, érdemes bevetni a légkondit is, mert nagyon szépen el tudja teríteni a permetet. És akkor primernek pedig ezt a kókuszos Hello Fab márkának a primerét fogom használni, aminek ilyen elég érdekes színe van, de nagyon jó állaga van, ha látjátok, jó sűrű, de amikor felkenem a bőrömre, akkor viszont nagyon könnyed. És ilyen nagyon érdekes, kicsit szerintem inkább enyhe eper és kókusz illata van. Nagyon finom egyébként, ilyen nyárias illata van. Ja, és hogyha nyáron csináltok sminket, és tudjátok, hogy a napon lesztek, akkor érdemes megnézni, hogy az alapozatokban, vagy bármilyen púderetekben van-e esetleg UV-védelem. Mert hogyha nincs, akkor érdemes egy arcbőrre való napkrémet először felkenni az arcotokra, és akkor így véditek az arcbőröteket a káros napsugárzástól. Még ezt a Maybelline Fit Me-t fogom használni korrektorként a szemem alatt, illetve szokott helyeken. Már ebből is kell vennem egy újat, mert ez iszonyat kifogyott már szinte az egész. És ezt a Morphe szivacsommal fogom eldolgozni, amire fújok még egy kis ilyen bio virágvíz permetet, mert én úgy vettem észre, hogy ha ilyen fixálót fújok a szivacsra, akkor sokkal jobban és tovább tart korrektor is, és az alapozó is. Most már jöhet az alapozó, mutattam már nektek ezt a DMS trendy, tehát alapozót fogom használni, ami egyébként 200 forint volt. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a leértékelt ára, vagy sem. Minden esetre nagyon szeretem ezt az alapozót, és szerintem nyárra tökéletes, mert nincs ilyen brutál fedése, viszont nagyon szépen beleépül így a bőrbe, és egy természetes hatású alapozó. A nyárra én egyébként is ezeket az alapozókat szeretem, amik nem fednek ilyen brutálisan, mert nyáron azért úgy általában a legtöbb embernek melege van, ízzed, és ahogy elkezd, én legalábbis ahogy elkezdem leízzadni az alapozót,
akkor helyenként még marad alapozó, helyenként meg nem, ami meg elég érdekesen tud kinézni, úgyhogy inkább jobban szeretem, hogyha nincs is túl nagy fedése az alapozónak, és akkor úgy annyira nagyon nem látszik, vagy nem feltűnő nagyon, hogyha elkezdem leisszadni az alapozómat. De egyébként mindig szoktam magammal venni azt a MAC Studio Fix púdert, és hogyha már érzem, hogy helyzet van, akkor mindig felszoktam egy kevés púdert vinni az arcomra, és probléma elhárítva. Mert egyébként az a Studio Fix púder azért is jó, de szerintem már 60 ezerszer elmondtam, mert hogy az elvileg alapozó is, tehát hogy ezt lehetne csak simán magában is használni, amit néha szoktam is, hogyha már ilyen iszonyatosan sietek, akkor csak azt használom, és semmi más. Ugyan ezzel a Maybelline Fit Me púderrel fogom fixálni, amivel már a szememen az alapozót fixáltam. Ugyanezt használom a szemem alatt is, a korrektor fixálásához. És ahogy máskor is szoktam, ugyanabban a menetben fogom használni ezt a bronzosító és kontúrozó palettet a Pupától. Ezt a kettőt általában össze szoktam keverni, utána felviszem ezt a pirosítót, és kész is. Úgyhogy ezt fogom most is csinálni. Ezzel a nagy Real Techniques ecsetemmel. És akkor most, hogy egy kicsit feldobjuk ezt a sminket, érted még jobban, ahhoz fogom használni ezt az Inglot citromsárga szemhéj pudert. Megpróbálom ezzel a pöttöm Morphe és Jaclyn Hill ecsettel felvinni az alsó szempilla vonalba. És miután ez készen van, felviszem ezt a Maybelline Lash Sensation szempilla spirált, és már csak a fixálás van hátra. Értelem, most fixálom a sminkemet ezzel a bio virágvízzel. Mivel? Bio rózsa virágvízzel. Lehet, hogy még a plusz hatás érdekében be is göndörítem a szempilláimat. És szerintem ez valami hihetetlen, milyen hosszúak, meg dúsak lettek a szempilláim. És csak annyi, hogy be szempilla göndörítőztem a szempilláimat. Én nem tudom egyébként, még azon is gondolkozom, hogy lehet, hogy az, hogy előtte így be rózsa virágvizeztem, és utána még be is göndörítettem a szempilláimat, vagy én nem tudom, de ez valami hihetetlen. Nekem nem szokott ilyen hosszú lenni. Úgyhogy tökre örülök neki. Jó! És akkor utolsó lépés, a száj. És ma ki szeretném próbálni ezt a, hát számomra sem annyira új, igazából anyunak a sminkjei között találtam. Ezt elvileg ez csak is simán megfogja a szájat. Annyi, hogy be kell vele kenni a szájat, és megvárni, amíg megszárad. És utána elvileg már nem lehet letörölni, szóval meglátjuk. Ez, ha beválik, akkor elvileg egy tök jó mindennapos sminktermék lehet. Legalábbis szerintem, mert akkor, hogyha ez valóban így van, hogy megfogja a szájat, és sokáig is tart, akkor ezt akár elég csak egyszer reggel felvinni, és egész nap tart. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha kikenem a számon kívülre, akkor azt nem lehet leszedni. Ú, de rossz idően. Fúj. Igen, most itt eszembe az ízről, hogy ezt tudja, már mutattam a csatornámon ezt a száj. A folyékony rózsaszerű, de nem annyira föld. Valamiért én ezt nem szerettem. Miért? Igen, most már kezd remélni, hogy íze sem tetszett, mert valami baj volt vele. Áttetsző színe van, szóval nem túlságosan föld, meg nem olyan erőteljesen pigment. Aha, igen, már mindenre emlékszem. Na hát az volt vele a bajom, ami most is, hogy helyenként sokkal jobban összegyűlik a pigment, és a foltokban fogja meg a számat. Ha látjátok, ott, ahol közelebb van a számhoz, és több nedvesség éri ezt a festéket, ott összegyűlik, és nem néz ki túl jól. Látjátok? Itt belül. Az így is fog maradni, az nem lesz másképp. Szóval, jó. Az íze is nagyon rossz, és így összegyűlik kis csomókba a számon. Én erre nem tudom, benne emlékeztem, de ez hogy néz ki itt? Jó, akkor most már úgyis mindegy, úgyhogy teszteljük, hogy ez mennyire marad a számon. Hát alig-alig jött le belőle, szóval gondolom, teljesen ott marad a számon. Aha, na ez van, hogy ahogy törlöm is le, úgy is látszik, hogy egyes helyeken jobban megfogta a számot. De be-be-be, fúj, de rossz íz van, fúj.
Na jó, én szerintem akkor erre lehet, hogy rakok egy kis Coconut Oil Cosmetics levendulás olyak balzsamot. Hát ez egy kicsit fellazítja. Vagy legalább legyen egyenletes a fedés, nem lett jobb, de a felesleget így le lehet leszedni. Hát jó, oké, ezt még mindig nem ajánlom. Össze-vissza fogja a számat. Na jó, mindegy, marad. Szóval ez volt a gyors nyári sminkem, ami remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!